A bábolnai szabadidőpark egyik kellemes pihenőhelyévé vált a csónakház, ahol büfé működik, kisebb vízijárműveket lehet bérelni, és teniszezésre is mód nyílik. Ez év tavaszától új üzemeltető működteti a létesítményt, aki a vendéglátás mellett igényes programok szervezésében is gondolkodik. Idén tavasztól új üzemeltetője van a csónakháznak itt a Szabadidő Parkban. Miért gondoltátok azt, hogy ti pályáztok ide, és szeretnétek ezt üzemeltetni? Először is üdvözölném a kedves hallgatókat, nézőket. Köszönöm szépen az interjút. Hát ez egy családi vállalkozásként indult, a fiam Kelemen Attila és a lányom a közösen gondoltuk egy vendéglátóegység üzemeltetését itt Bábolnán is, mert már van vendéglátóegységünk, és miért Bábolna és miért a csónakház. Nagyon sok, mi Ácsról jöttünk, és nagyon sokat jöttünk Bábolnára és körülnéztünk, és a maga a környezet, a mentalitás, a bábolnaiak hozzáállása az élethez fogott meg bennünket, és ezért döntöttünk úgy, hogy a csónakház üzemeltetését szeretnénk csinálni, reméljük hosszú távon. Nyilván a korábbi üzemeltetésre is volt rálátásotok, voltak hiány érzeteitek azzal kapcsolatban, hogy ti valamennyire másképp szeretnétek ezt vinni, csinálni? Igen, igen, mindenképpen egy teljesen más rétű közeget szeretünk volna megcélozni, és mindenképpen egy minőségi szolgáltatást és minőségi étkeztetést szerettünk volna itt Bábolnán létrehozni, és ugye ezáltal akár bóresteket, kubai estek, zenei esteket szeretnénk még így a parkon belül a nyár folyamán terveztük, vagy tervezzük igazából, és még ugye a kérdésre a válasz, hogy a magának a helynek ugye a színvonalát szerettük volna feljebb vinni, mert ez egy kincs, egy gyöngyszeme Bábolnának, sőt, én kimerem jelenteni, hogy Komárom-Esztergom megyének. Korábban ugye az első rendű műfaj, a hétvégi bulik voltak, diszkók, amik komoly nagy zajjal jártak. A lakosság egy része azért ezzel nem volt túlságosan elégedett. Ti hogyan szeretnétek lebonyolítani esetleg hasonló rendezvényeket? Vagy van-e cél olyan rendezvények lebonyolítására is? Igen, ezt a kérdést köszönöm is. Ugye itt nálunk fő szempont a maga az étkeztetés és az esti borozgatás. Tehát ugye hétfői nap kivételével minden nap nyitva vagyunk délután, tehát déltől. Mivel a fiataloktól sem szeretnénk elvenni a szórakozási lehetőséget, ezért havi egy ilyen rendezvényt szeretnénk, tehát semmi esetre sem többet, és ezt mindig szeretnénk jelezni mind a polgármesteri hivatal felé, mind pedig a lakosság felé, hogy ezt az egyet nézzék el a nekünk és ugye a fiataloknak. A többi zenei vagy kulturális program, ami a csónakházon vagy a Szabadidő Parkon belül történik, annak pedig nem lesz olyan hangereje, hiszen minimális kihangosítással lesz csak, és ugye az inkább a vacsorához lévő zenei szolgáltatás lenne. Ugye itt hideg-meleg ételekkel is szolgáltok az ideérkezők számára. Mi a fő irányvonala az étkeztetésnek? Igen, hát a maga ugye a hamburgerek, a gyroszboxok, azon kívül azért frissen sültek is találhatók az étlapunkon, és ugye nagyon finomak a desszertjeink, fagyik, limonádék, különböző sékek találhatók. Ezen kívül minőségi borokkal is tudunk szolgálni a kedves vendégeknek, és a rövidítaruknak minden fajtája is megtalálható. Tehát úgy gondolom, hogy tág kört próbálunk lefedni így étkezés és italfogyasztás szempontjából is. Amúgy szezonális ajánlataik is lesznek, tehát nyáron például málnakrémleves túrógombócot tervezünk, és ezt tervezzük laktózmentes változatban is, tehát azoknak a vendégeknek is szeretnénk kedvezni, akik ugye a tejre például érzékenyek, és akkor télen pedig más fajta szezonális kínálattal szeretnénk szolgálni a vendégeinknek. Milyen árszínvonalat céloztatok meg? Hát az árszínvonal a helynek megfelelő, de nem túl magas. Tehát próbáljuk meg a vidéki árat megtartani, tehát mindenképp az a cél, hogy nyer-nyer felállás alakuljon ki a lakosság és a vendéglátó egység között. Tehát szeretnénk, hogyha a lakosság is elégedett lenne, de azért ugye fent tudjuk tartani a helyet is.
Még nem olyan régóta üzemeltek itt, milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek ez alatt a rövid idő alatt? Látom, hogy azért érkeznek ide fagyizni, és harapnivalót elfogyasztani, illetve múltkor jártam itt, akkor azért csónakáztak is, illetve hát használtak a vízibiciklit is. Igen, ez így igaz. Tehát mint a vízibicikli, mint a csónak, sőt már a teniszpályát is kezdik ugye használni a kedves látogatók. A tapasztalatok a helyi vendégek, mondhatom így, a bábolnai vendégek nagyon jó benyomást tettek számomra, tehát én nagyon-nagyon meglepetésért, hogy így mondhatnám, rettenetesen kedvesek, intelligensek, és elfogadták ezt a gárdát, aki ezt a csapatot, a Green csapatot, aki dolgozik nálunk, és ezt szeretném is megköszönni így ezúttal a bábolnai lakosságnak. És amint érzékelem, tehát jönnek idegenforgalom szempontjából is turisták, tehát akár angol nyelven beszélők is, hál' Istennek a felszolgálóink tudnak angolul, tehát ezzel sincsen így ezáltal probléma, úgyhogy nagyon pozitív tapasztalataink vannak, ezt köszönöm. Milyen felületeken érhetnek el benneteket, hol tájékozódhatnak afelől, hogy adott esetben milyen rendezvények vannak, illetve hogy milyen ételekkel, italokkal szolgáltok? Igen, hát a Facebook oldalunk van, a Green Bistro és Csónakház található meg a Facebookon, és ugye ezáltal külön készül már a weboldalunk is, és ott minden megtalálható. Tehát az ételekről folyamatosan, a rendezvényekről folyamatosan készítünk és töltünk fel képeket, és az étlap is fel van rakva, és ezáltal onnan tudnak tájékozódni. Telefonszámunk is kint van, az én privát számom is, és azon kívül pedig a vendéglátóegységé is.